1848. március 15-ére emlékezünk. Vannak napok, melyek nem szállnak el, de az idők végéig megmaradnak, mint csillagok ragyognak boldogan, s fényt szórnak minden születő tavaszra. Valamikor szép, tüzes napok voltak, most enyhe és derűs fényen ragyognak. Ilyen nap volt az, melynek fordulója, ibolyáit ma a szívünkbe szórja. 173 évvel ezelőtt történt. Ezekben a napokban Pest-Budán kitört a forradalom. Magyarország a Habsburg birodalomhoz tartozott. Az osztrák császár hatalma alatt az ország nem fejlődött, elmaradott volt Európa fejlett országaihoz képest. Nem volt szólásszabadság, sajtószabadság, nemzeti hadsereg, felelős magyar minisztérium. Mindent a császári udvarból, Bécsből irányítottak. Csak 1844-től volt a magyar nyelv Magyarország hivatalos nyelve. Addig a latin volt, pedig egy nemzet csak a nyelvében élhet tovább. 1848, te csillag, te népek hajnal csillaga. A 19. század a forradalmak százada. 1848. februárjában először Franciaországban tört ki a forradalom, amely végig söpört Európán. Az elégedetlenség elért Magyarországra is. A pesti megmozdulás főszervezői fiatal értelmiségiek voltak, köztük Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór. 1848. március 15-én reggel
Egy csoport fiatalember lépett ki a Pilvax kávéházból, és indult el a közeli egyetem felé. Élükön Petőfi Sándor. Az egyetemek fiataljai mind csatlakoztak a menethez. Landerer és Hekenász nyomdájához már közel 2000-en érkeztek, hogy cenzúra nélkül nyomtassák ki a magyar nép követeléseit. Az Irényi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi költeményét, a nemzeti dalt. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés! Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését! Felelős minisztériumot Budapesten! Évenkénti országgyűlést Pesten! Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben! Nemzeti őrsereg! Közös teherviselés. Kurbéli viszonyok megszüntetése. Esküdtség képviselet egyenlőség alapján. Nemzeti bank. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Unió, Magyarország és Erdély egyesítése. Délután 3-ra gyűlést hirdettek a múzeum terére, ahová csaknem 10 000 ember gyűlt össze. Ebben a tömegben polgárok, iparos legények között ott voltak már a parasztok, gazdatisztek és vidéki nemesek is. Elszavalták a nemzeti dalt. Talpra magyar! Híja haza! Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok! A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kart, és mi mégis láncot hordunk. Ide veled, régi kardunk! A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar nép megint szép lesz. Rákentek a százatok, lemossuk a gyalázatot. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság. Felelkesült tömeg a városházára indult, ahol a városi tanács emberei aláírták a 12 pontot. Az emberek kiáltoztak. Budára! Budára! A helytartó tanácshoz! Megnyitották Táncsics Mihály börtönének ajtaját, akit azért börtönöztek be, mert a szegény parasztság értekeit képviselte. Este Katona József, Bánk Bán című darabjának díszelőadása volt a Nemzeti Színházban.
szemüzet kivándorló sírjen át, s vad fölgetek bennem lelépe zilli csillagát. Az ember szív is úgy bolyongó jegyes egyedül, úgy tépik ül az arkán, mint az embád itt belül. Csak egy nagy érzés éltetett, sok gond és gyász alatt, hogy szent az ám és hős nevem szeplétlen megmaradt. Most mind a ketté marvasra vár, s még én tettem kedem. Az emberek kokárdát viseltek a ruhájukra tűzve. A piros az erő, a fehér a hűség, a zöld a remény színét jelképezi. Március nagy napja, szép tavasz, mely fölráztad szunnyadó erőket, mely új tavaszok napját égre hoztad, mely új remények ibolyáját fontad. Ó, nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot. Más városokkal ellentétben Pesten nem próbálták fegyveres erővel feloszlatni a tüntetéseket. A forradalom vérontás nélkül zajlott. Március 15-ét joggal tartjuk a legnagyobb nemzeti ünnepünknek, mely nap mindenkorban a magyar szabadság szimbóluma maradt.